Század. Gyász! Középre, nézd! Alezredes úr, úsztitőrnek jelentem, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság által végrehajtandó határvadászképzés második ütemének ünnepélyes megnyitójára az állomány 67 fővel felsorakozott. Itt Nyírbátorban és az ország további 7 helyszínén is elindult a határvadász képzés második csoportja. A felsorakozott egyenruhások már túl vannak a fizikai, pszichikai és egészségügyi vizsgálatokon. Most egy több mint 6 hónapos képzés vár rájuk. Nyírgyulajból érkeztem ide a határvadászati képzésre. Igazából régóta nagy vágyom volt, hogy bekerüljek a rendőrséghez, és ez most egy hatalmas lehetőség számomra, hogy felvételt nyertem. Igazából azért jelentkeztem, mert nagy motivációt látok a rendőrség berkein belül. A magyar kormány még augusztusban döntött úgy, hogy 3000 fővel bővíti a készenléti rendőrség állományait. A második csoportban most országszerte 326 új hallgató kezdte meg tanulmányait, így jelenleg már 900-an vesznek részt a határvadász képzéseken. 67 fő lendű határvadász kezdte meg tanulmányait Nyírbátorban. A képzés első 2 hónapjában már munkaviszonyban fognak állni a hallgatók, majd a második hónap végén sikeres vizsgák letételét követően már a készenléti rendőrség hivatásos állományába kerülnek őrmesteri rendfokozattal. A képzés nagy érdeklődés övezi, ezért a leendő határvadászoknak kifejezetten fontos a viselkedésükre, illetve a személyes és internetes közösségi megnyilvánulásaikra is figyelniük. Közölte Czenne Csaba, az Országos Rendőrfőkapitányság személyügyi főosztályvezetője a nyírbátori megnyitón. És most a képzést megkezdve bizonyíthatják alkalmasak arra, hogy a rendőrség hivatásos állománytűnő tagjaiként szolgáljanak. A rendőrség vezetése nagy várakozással tekint önökre, hiszen az erősödő illegális migrációs nyomás a korábbinál lényegesen nagyobb rendőri erők alkalmazását teszi szükségessé Magyarország államhatárán. Számítunk arra, hogy felkészülten és magasfokú elkötelezettséggel fognak rövidesen szolgálatba állni. Hazánk nemzetközi kötelességei szükségessé teszik, hogy minden vonatkozásban eleget tegyenek az illegális migráció által kiváltott rendészet kihívásoknak. A hallgatók az első 2 hónapban elsajátítják az alapvető rendészeti ismereteket. Egy eredményes vizsga után őr és járőrtársi részszakképesítést szereznek. Ezután májusig folytatják tanulmányaikat, majd a legfontosabb határvadász ismeretek birtokában egy újabb vizsgát követően kerülnek hivatásos állományba.